Luigi. A dve plány nem kell. Jó. Egy per egy, Bodrogi. A Vörösmarty gimnázium után jöttek ugye a főiskolai évek. Ugye Ajajaj, álljunk meg azután jöttek a táncos évek. Igen, három évig voltam hivatásos táncos a Szott együttesbe. És ott jöttem rá arra, hogy későn kezdtem táncolni. Azt akkor nem lehet igazán csinálni, csak a gyerekkorban elkezd az ember. És akkor mentem el a főiskolára jelentkezni színházrendezőnek. Azt mondták ott a portán, hogy az ebben az évben nem indul. Mondtam, hát akkor mi indul? Azt mondták, színész tagozat. Mondom, akkor kérek egy blankettát arra. És kitöltöttem, és leadtam, aztán el is felejtettem. Egyszer csak jött egy levél, hogy menjek felvételizni. A felvételi vizsga, hát akkor úgy volt, hogy három verset mindenképpen kellett tudni, vagy monológot, vagy... Básti Lajos volt a felvételiztető, és elmondtam a Villon haláltánc balladáját, amit akkor úgy volt a helyzet, hogy az még nem volt olyan nagyon engedélyezett. És utána a Mély románcát, de abba belesültem. És mondtam magamban, mindegy, elindultam, a bal oldalon volt az ajtó, így volt a színpad, és azzal egy magasságban az ablak a Rákóczi útra. És azt hittem, hogy arra van a kijárat, illen a nagy zavaromba, elindultam arra, Básti. Utána szólt, marha, azért nem kell öngyilkosnak lenni, és fölvett. Aztán még egy ilyen felvételi, azon is fölvette. Horváth Terike volt az asszisztens, azt tanítgatott bennünket. Aztán egy harmadik felvétel, és akkor is fölvettek bennünket, de akkor még nagyon sokan jelentkeztek a főiskolára, több ezren. És abból fölvettek a színész tagozatba 45 emberséget, az három osztály volt, két prózai osztály és egy zenés osztály. És így indult el a főiskolai életem, mellesleg szó. Milyen volt az első tanév? Tanév? Az, hogy milyen volt az első tanév, azt nem tudom, de azt meg tudom neked mondani, és őszintén is, eskü alatt, hogy ilyen gyönyörű, szép 4 évem, azóta se volt. Volt még szép 3 évem, amikor táncoltam, de ez a szabadság teteje. Mert annyit kellett, hogy mindig meg kell tanulni egy verset, vagy egy jelenetet. De semmi különös. Igaz, hogy ebből kifolyólag én a magam részéről elég exhibicionista lettem ott a nagy szabadság alatt. Úgyhogy de gyönyörű, szép 4 év volt. Az osztálytársakkal mennyire tudtak együtt dolgozni? Ja, hát isteni osztálytársai voltak. Én mondtam, arra, hogy az összes osztálytársamra, ami a 4 év alatt volt, hát látom őket. De az utolsó, az 8-an maradtunk a végén. Az úgy kezdett, tehát Marival kezdem, Törőcsik Marival, mert ő a legkevésbé járt be a főiskolára, be mindig filmezett. Úgyhogy egy-egy filmjét tudták be mindig az év végén vizsga eredménynek. És akkor így jött tovább. Egyetlen egy, a diplomát nem tudta megkapni, mert azt hiszem akkor marxizmusnak mondták azt a tantárgyat, abból nem tudott levizsgázni, mert nem volt ideje. És akkor tudom, a Kéri elemér volt a tanár, azt mondta neki, hogy Marikám, jöjjön be csak egy negyed órára, és meséljen egy történetet, én akkor aláírom az indexét. Na szóval, Mari,
Akkor Pernaki Pista, Fonyó Jóci, Szabó Ildi, Böröndi Kati, Fülöp Zsiga, meg én, meg így voltunk nyolcan, igen. Nagyon jó kis osztály volt, hát sajnos most már egy része nincs meg. Egy kérdés, hogy ez azt jelenti, hogy a zenés és a prózai színészek együtt voltak? Eleinte külön, és akkor a negyed évben már egy osztály, mert akkor még volt kiesés, nem tudom, most úgy hallom, hogy nem nagyon, akit fölvesznek, az végez is. Akkor a 45 emberből 8-an végeztünk. Tehát közben mindig kiesett valaki. Egy nagy része ma is a pályán van, sőt, nem, nagy sikerekkel. Itt a Kóti Árpi az végbizonyítványt kapott a harmadik végén, és Debrecen kedvelt nagy színésze lett. Szóval ez nem, de ott ritkították a dolgot, és akkor végén így 8-an maradtunk, és már vizsga előadások voltak. És a vizsga előadásainkban a harmadévesek meg azok szerepeltek velünk, volt a Koldus Opera, amit játszottunk, nagyon nagy sikerre, de tényleg igazi nagy sikerre. Az volt az igazi brechti előadás. De abban már mit tudom, a Szankai Pista már ott az egyik Koldust már játszottam, Dégi Pista. Szóval nagyon jó emlékeim vannak. Vannak kedvenc tanárai, akiket nagyon szeretett? Ajjajjaj! Igazából csak is azokra emlékszem. Hát a Básti Lajos volt az a legfőképp, az még egyszer vissza is hozott a szakmába. Már hogy a főiskolára, mert ott a rendetlenkedések miatt néha kirúgtak. Gellért Endre. Szerintem a világ egyik legjobb rendezője volt. Fantasztikus. De volt Olti Magda, Ráda Imre. Jaj, Ida néni, Versényi. Szóval nagyon jó tanáraink voltak. És Ungvári Laci. És azért is nagyon, mert konkrétan mindig föl kellett menni a színpadra, és konkrétan azzal azzal szórakoztunk, Nádasdy Kálmán. Azzal szórakoztunk, hogy ők mondták, hogy ezt még nem. Mi van akkor, hogyha erre gondolsz? De amire gondolsz, azt lássam is rajta, de szünet, akkor legyen szünet, mert az a színpadon, a színházban, meg egyáltalán ebben a műfajban nem csak a beszéd játszik, a szünet is játszik, sőt, sokszor a szünet jobban és többet játszik, mint a szöveg. Sőt, előfordul az, hogy valaki mond egy nagy viccet, de nem ott van a vicc, hanem a reagálásban, ahogy a másik ezt felfogja. Hát ilyeneket tanultunk, de és ezen kívül még, hogy konkrétat is, Básti azt kérdezte tőlem, hogy valami beszédhibád van, mondtam, semmi. Azt mondja, jó, hát akkor most a legközelebb órára elmondasz egy verset, úgyhogy tényleg nem lesz. Olyan persze voltam, hogy semmi. És akkor ilyen helyzeteket, azokat nagyon komolyan vett. Akkoriban még nagyon komolyan vették, és állandóan megállítottak, hogyha a szavakat, azt mondjuk úgy mondjuk ki, hogy én elmentem sétálni. Aztán visszajöttem. Na, de neked? Ami most gyakori, és ezt úgy veszem észre, hogy mostában nem tanítják, ez nagyon szigorú volt, hogy az utolsó hangzó, utolsó pillanata is kötelező úgy, hogy ne csak ilyen közelbe hallja, hanem az utolsó sorba is hallja a néző. Ez egy alap helyzet volt, és ezt alapos, ezt valóban tanították. A többire azt szoktam mondani, hogy a színészet az, amit se tanítani, se tanulni nem lehet, csak gyakorolni lehet. Mert mindaz, ami érdekes a színészetben, azt nem lehet megtanítani.
és nem lehet megtanulni. Viszont gyakorolni azt, ami érdekes, az lehet. Amikor próbáltak egy előadást, vagy egy jelenetet, vagy bármilyen anyaggal foglalkoztak, Básti tanár úr nagyon szigorúan létezett ott a próbákon, és szigorúan is tovább? Hát, abszolút szigorú volt. Hogy mondjam, nem ő volt szigorú, hanem mi őt szigorúnak vettük, mint ahogy a Gellért Endrét is. Mi úgy vettük, hogy ő szigorú. Hát nem voltak ilyen, hogy a tanár ellen valami kis hülye viccet csinálják. Nem. Hát amikor kirúgtak, az egy fegyelmi útom, akkor már ez volt a 16. fegyelmű, mert nagyon rakoncátlan, illetve rakoncátlan. Föl akartam hívni magamra nyilván a figyelmet. Akkor ezt nem tudtam még, csak minden rosszat megcsináltam. És akkor volt egy a 16. fegyelmű, azon kirúgtak, viszont otthon nem mertem megmondani. Ugye már a szüleik melóztak, hogy mi tudjunk tanulni. És mindig, minden nap bejártam az Erzsikébe. Ott így csörögtem, és ott beszéd óra volt, azt hiszem egy pénteki nap. És ott ültem, és bejött a Básti, mindig szokott inni egy kávét, mielőtt följön az órára. Bejött, és te meg mi csinálsz itt? De miért nem vagy az olyan tanárul, mert hogy kirúgtak. Mi volt, hogy kirúgok, én nem tudom, volt nagy botrány. Csináltak még egy fegyelmit, és azon visszavettek. Tehát ők így bántak velünk. Hogy nézett ki egy ilyen fegyelmi? Hát kétféle fegyelmit tudok mondani. Ez egy ilyen... Volt egy ilyen film, azt hiszem Abbott és Costello, és akkor még az Audrey teremben, a Rákóczi úton, ott vetítették a filmeket. És egyik nap is volt egy film, mondjuk az, lehet, hogy nem ez, de mondjuk az Abbott és Costello, és azt mondták, hogy csak a filmesek mehetnek be, mert a színészekre rossz hatással van az amerikai film. Na hát én erre mindjárt micsoda dolog ez. És föllázítottam az osztályt, hogy gyerünk, és akkor is bemegyünk, mert ilyen nagy ajtók voltak. Akkor is, ha nem engednek be, akkor is bemegyünk. És mondtam, hogy ha amerikai film miatt nem mehet, akkor egy orosz mesével fogunk válaszolni. Van az a nagypapa fogja a répát, a nagypapát, a nagyban vagy, és a kisegér. Én voltam a nagypapa. Pivkó Tivadar volt a kisegér, és mondtuk, hogy ki nyúli, röpku, ki nyúli, buah! És kihúztuk, és kijött az ajtó, de keletestől, úgyhogy téglákat is. Na hát ebből jött a fegyelmi, én Bodrogi, engem hívtak be elsőnek, meg különben is. Maga szervezte? Igen. Maga vezette? Igen. Maga találtak? Igen. De meg mi elhatároztuk az osztályval, hogy akármit kérdeznek, arra azt mondjuk, hogy igen. Erre jött a Margitai Ági, de attól már azt kérdezik, hogy maga is benne volt, igen, maga is volt. Úgyhogy engem kirúgtak, őket fölfüggesztették. Voltak olyan tárgyak, amiket nem annyira szeretett, vagy nem szeretett annyira bejárni? Nem. Esküszöm, most direkt keresgélek az agyamba, hogy hát ha... De az se igaz, mert talán a honvédelmi oktatást az talán, de az se biztos. De amiatt is kaptam sok minden rosszat. Hogy nézett ki egy honvédelmi oktatást? Hát az úgy volt, hogy minden héten volt egyszer, és ilyen elméleti tanítás. És nyáron pedig be kellett vonulni, mondjuk Kaposvárra vagy Kecskeméten, én Kaposváron voltam, ezt meg Kecskeméten. Az ilyen rendes katonai gyakorlat, de hát ott is mindig rendetlenkedtünk. De hát ott ez kétszer egy hónap volt. Vannak olyan jellegzetes mondatok Básti tanár úrtól, ami még a mai napig is eszébe jut akár egy próbafolyamat során, vagy egy előadásban, hogy ő most... Így, a Bástinak volt egy olyan,
De én nem tudom utána, mert úgy tudtam, jóra is, hogyha valaki nagyon tetszett, akkor is azt mondta, meg hogyha nem tetszett, akkor is azt mondta, marha. De hogy marha, nem tudom őt utánozni, de a Kóti Árpi elmondta a Hazám című verset, de úgy, hogy újjan valami erővel, hogy így jött a könnyünk, a Básti is így sírt, annak is azt mondta, marha. Tehát dicsérni is ezzel a szóval tudod dicsérni, nagyon. Említett, hogy a legszebb 4 éve volt a szabadság, 4 éve. Igen. A főiskolán kívül egy fiatal ember mivel töltötte a szabad idejét? Járt táncolni? Na várjál, mert ezt gondolom, ez 18 éven aluliaknak is. Nem. Na hát, ha mivel töltött, hát, ami időnk volt, azt azért igyekeztünk ezzel, azzal, amazzal, éppen a feleségül vettem Marét, másodévesek. 56, vagy hát számoljuk, 54-ben mentünk be, 54-55, 55-56-os izé volt a dolog, és akkor december 7-én akkor házasodtunk össze a Baross utcai tanács, akkor még tanács volt, igen. És ez a szerelem már elkezdődött első évben? Ez már, az első, ez az első pillanatban. Úgyhogy ő, ez egy mindjárt az elején, szerintem, ahogy így megláttuk. Én például arra emlékszem, hogy valamilyen órán vagy belső vizsgán énekelt valamit. És akkor én halálosan beleszerettem, ez volt az érzésem. És mondták, hogy férhez megy. Mondtam, hát ez lehetetlen, hát ez tévedés. És akkor kiderült, hogy tényleg tévedés, és akkor... És amikor művész úr megkérte a kezét, akkor az osztálytársak és az osztályfőnök így hogy reagáltak erre? Hát nagyon furcsa, mert a Kóti Árpi, igen, amit többen voltunk szerelmesek a Maliban, tehát nem nézték jó szemmel, gondolom, mert persze csak viccesen mondom, Csurka Lacival fogadtam egy forintba, hogy a Tündérke, úgy neveztük, hogy Tündérke a feleségem lesz. Megnyertem a fogadást. Volt lánykérés? Hát ezt így, ilyen ízében nem tudom, de azt tudom, hogy egyszer ő nem volt Erdőtelken már a szüleinél, és én gyalog mentem le Erdőtelekre. Azt máig nem tudom, nem, hogy értem oda, de mindig amikor ották, aki magyar, ez 56-ban. Én minden teherautóra felszálltam, és az utolsó 10 kilométert tettem meg gyalog. Amikor leutazott hozzá, akkor milyen érzések voltak önben az úton, ami mindig így tovább lendítette? Hát, én azt meg nem mondom. Az biztos, hogy nem emlékszem rá, hogy elfáradtam volna. Ez biztos. De hogy hányszor álltam meg, hányszor szálltam át. De célirányos, hogy megkérdeztem, hogy hova mennek, azt mondta, Miskolc, jó, és akkor majd én itt leszállok. Eger, ahogy jött a dolog. A többit meg mindig mentem. Szülei mit szóltak hozzá? Az enyém? Megszerettük egymást a szüleivel is nagyon. Ha elváltunk, akkor a Tiborc, a kisebbik öccse, az úgy sírt, hogy nem miért kell ilyet csinálni. Akkor ugye házasságot kötöttek másodévben. A következő 2 évre ez, vagy a következő 2 évben változott valamit, ugye? Nem, mert ő mondom, ez nem volt egy gond, mert ő aztán tényleg alig járt be. Úgyhogy őt lényegében egyszer
csináltunk egy vizsgaelőadást, és ő Párizsból jött haza éppen, és beült megnézni, hogy mi milyenek vagyunk. Hát ez nem, nem változott. És az osztálytársai hogy fogadták Mari sikerét? Én úgy emlékszem, hogy, hogy örültek neki. Én arra is emlékszem, hogy a Fonyó Jocék, mikor egyszer bejött egyik nap, bejött, ő az, én a zenés osztályba jártam, Mari, én meg a prózaiba, a zenés osztályba. Srácok, mikor bejött, megfogták és betették a szekrénybe, bezárták, és azt mondták, hogy csak azért, hogy el ne bízd magad. Ez ilyen volt, a hülyéskedésbe ment az egész. Hogy tudtak találkozni, ha a művésznő is ennyire elfoglalt volt, és hát a művész úrnak is rengeteg? Hát úgy, hogy amikor haza tudott jönni, akkor hazaért a Városmajor utcába, egy C-be ott laktunk. Ott laktunk közben. Én emlékszem, amikor a első autót megvettem, ez már később volt, akkor azt mondta, hogy édes Bodrogi, hagyd menjek be, a Nemzetibe, hagyd menjek be autóval, akkor már volt vizsgánk, jogosítványom. Eltett egy olyan 3-4 óra, 1 óra, telefon, mi van Marika? Édes Bodrogi, összetörtem az autót. És művész úr, hogy reagált erre? Hát, hogy röhögtem, hát mit csináljuk? Akkor még ez olyan, hát volt biztosítás, de hát mindenképpen, ami pénzünk volt, azt gyorsan elkötöttük. Hát ő meg akkori filmes világban, hát ezt nem tudom, hogy egyáltalán el tudjátok-e, vagy el tudod-e képzelni. A Körhinta című film főszerepéért Pausáli Mari kapott 3000 forintot, plusz napi 140 forintot. Úgyhogy nem volt egy ilyen, akkor csináltam egy filmet, veszek egy házat. Tehát, hogy ugye ennyi dologban ugye forgatott ugye már a főiskola alatt, de emellett ő szerepelt a vizsgákban? Mari? A Mari művésznő. Nem. Nem. Neki mindig letudtak, azt mondták, mit tudom, ez a Körhinta, ez a Kölyök, ez az volt az ő vizsgája. És ha mondjuk arra volt ideje, mondjuk két forgatás között, akkor a művész urat meg tudta nézni, esetleg vizsgálni? Egyszer megnézett. Akkor is valami fesztivál lőtt, ez a Sors emberét játszottam vizsgában. Bejött utána az öt, és azt mondta, édes Bodrog, én nem is tudtam, hogy te ilyen jó színész vagy. Mondott egyébként kritikákat, ha mondjuk látta önt játszani? Hát ezt nem tudom. Hát biztos, már úgy, hogy kritikát azt nem hiszem, véleményt az biztos. Véleményt mindig mondtunk egymás dolgaira. Ilyen, hogy kritika, hogy ez... Esküvő után mi történt? Hova mentek esküvő után? Esküvő után mentünk, de akkor még lőttek az utcán, a Városmajor utca 1C első emelet, mert én ott kaptam egy lakást, mert mi lakásunkat szétlőtt, hosszú, szóval ott voltunk, és oda mentünk, haza, gyalog, sétált. Híradó mozinál, azt tudod, New York, persze, szemben volt a hírad, nem tudom, most is ott van-e? Most is ott van? Ott van, csak ott, mert éppen lövöldöztek, beálltunk így az ajtó elé. Az már nektek biztos nem mond semmit, hogy Albert Józsi. Az oldalkocsis motoros. Mindent el tudott intézni. Olyan nem volt, amit... Várkönyi nem kellett úgy forgatni, hogy az Albert, ha nincs ott, akkor mindent, a repülőgépet le tudta szállítani, szóval mindegy. Ott álltunk benne, azért Albert jött, mondta, meglátott minket, hát ő már kiszemelte, már a főiskolán kiszemelte, hogy ki az, aki majd lesz valami. Nyula, mit szeretnél?
Mondtam én erre neki, hogy hát tudod mit, szeretnék egy kiló banánt, egy kiló narancsot és egy kiló citromot, ha megtenned. Jó, rendben sem, hát ez ilyen hülyeskedés volt. És mire hazaértünk a Városmajor utcába, a bejárati ajtónk előtt ott volt egy kiló aranyüveg. 56-ra vissza, 56-ban mi történt a főiskolán? Főiskolán volt a Vaskóni, az volt a tanulmányi vezető. Jött, mondta, hogy Gyuszika maga már annyi rosszat csinált. Itt van egy kokán, menjen már, vonuljon föl maga, és ne legyen ilyen renitens. És akkor körbe mentünk a városon. Még először, még a Petőfi szobornál ott szavalt a Sinkovics Imre. Aztán mentünk akkor a Bem szobornál, Besenyei. Aztán úgy körbe mentünk, és elmentünk a parlamentig, és ott már nagyon-nagyon nagy tömeg volt, erre határozottan emlékszem. És akkor azt mondta egy csoport, hogy le a vörös csillaggal, le a... És egy másik csoport meg azt javált, hogy kell a vörös csillag. Mondtam, hogy akkor én hazamegyek. És akkor vettem észre, hogy klasztrofóbiám van, mert valami olyan eszméletlen idegesség jött rám, hogy olyan sokan voltak, hogy alig tudtam kiérni a kiskörútra. Mint hallgató, hogy élte meg ezt az időszakot? Mint hallgató? Hát én a forradalmi bizottságnak a tagja voltam, ott beválasztottak. És hát összeálltunk, tehát arra emlékszem, az egy nagyon érdekes, hogy már nem tudom, hogy a Básti vagy ki mondtam, hogy sztrájkolni kellene. És akkor a Gellért Tendre, akit mondtam, aki a rendező volt, azt mondta, hogy igen, Básti mondhatom, szó, így megvan a fejem, hogy Lala, ha mi elkezdünk sztrájkolni, akkor elveszítünk egy napot, két napot, három napot, és nem érünk el semmit. Tehát iskolába nem lehet sztrájkolni, mert mindenki kereshet rajta, meg hasznos, de az iskolás növendék, az fizet rá. Mert azt a napot, azt az órát, azt már nem lehet visszahozni. Erre emlékszem. Aztán volt az, hogy olyan, akkor megint nagy boly. Azt mondta Gellért, hogy Lala, ebben az országban te vagy az egyetlen, aki el tudod intézni a Józsefvárosi pályaudvarra egy hatalmas vagon üveg érkezett. És az, hogy ide mi hozzánk el lehessen hozni, hogy mert ott ki volt törve minden ablak, minden, mert szétlőtték a Rákóczi utat. Ezt csak te tudod elintézni, és tényleg el is intézte, és elég hamar be is üvegezték. A lövöldözés alatt ön családnál volt otthon? Már hogy én? Igen. Ja, mi magázódunk? Bocsáss meg. Nem, bocsáss. Tényleg szépen, nem, mert én aztán benn voltam ilyen iskolaőrségbe, aztán körbe elmentünk a diákszállóhoz, és közben a Hernád utcába kenyeret osztogattak, és ugye hát én, mint fiatal ember, én voltam a forradalmár az emberek szemébe, Spárgával volt a kabátom meg. Jöjjön, és engedték, hogy két kenyeret adjanak nekem. És azokat vittem haza, mert a mamáik a pincébe voltak. A forradalmi tanács az hogy működött? Hát a fene tudja, Sáros Anyi volt benne, a filmesek közül kicsit, Csurka. Hát ilyen, mit csináljunk? Színpadon volt gyűlés? Nem, benne az igazgató irodában volt mindig. Nem tudom, mert pár volt,
Már nem nagyon. Rabinovszky Máté, lehet, nem tudom pontosan, mert kicsit összekeverednek a nevek. Azt tudom, hogy a Básti benne volt, Gellért benne volt, a Sanyi, Csára Sanyira, abszolút emlékszem, hogy benne volt. Talán a Csurka is. De pontosan. Csurka az biztos benne volt. Lehetséges. Mert aztán mi mentünk körbe a... Ja, meg a Na, Moldova. Nekem hát akkor megmaradta. Az is benne volt, és mi voltunk az őrség. És akkor körbe kellett menni a városon, hogy meglátogassuk a diákszállósokat. Mondjuk ott voltak a Vorosiló úton. Mikor mentek így a városban ebben az időszakban, a szülei nagyon féltették önt? Hogy mi történjen valami önnel? Hogy történt valami? Nem, hogy a szülei féltették el. Hát persze, hogy fél, hát hogy nagyon féltette. Mi már egy háborút megcsináltunk. Na, Érdligeten laktunk, az is egy szerencsés hely volt. Mert ott ilyen front nem volt. Előtte Érden, meg utána volt ilyen rendes nagy harc is. Nálunk mindig csak átvonultak a németek is, meg az oroszok is. De azért olyan éhezés volt, hogy megláttam egy gyereket, aki zsíros kenyeret eszik, és életemben nem voltam irigy, de úgy elkezdtem sírni, mert olyan éhes voltam. Szóval én 34. 44, 54, 64, 74, 84, 9, 89. Nem lehet. Nagyon lehet. 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, szállni, így már rendben. 80. 89. Tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy a szövegtanulást, ugye a memorizálást, azt hogy gyakorolták? Például a Marival otthon gyakoroltak szövegeket, vagy soha semmit? Soha semmit. És ez hogy jött? Tehát a szövegtanulás az természetesen jött? A szövegtanulás az nagyon érdekes, mert most már tanulom szöveget. De akkoriban, vagy fiatal koromban erősen ránéztem is. Csak akkor nem tudtam megtanulni, de ez mai napig így van, ha nincs értelme. Akár milyen értelmet tudok neki adni, ez mindegy, hogy... De ha nem tudok egy értelmet adni, akkor azt... Az osztályban mindig ön volt az elsők között, aki egyből tudta egy jelenetnek vagy egy előadásnak a szövegét, ha volt egy próba folyamat? Nem, hát a Sinkovicsnál gyorsabban én se tudtam. De ő meg pláne olyan volt, hogy próbán a Súgó így mondta, és ő is mondta, és aztán tudta. A másik ilyen volt a Kaló Flóri. Az... valahogy egyszer leült, vagy nem ült, nem tudom, hogy csinálta, és akkor pontosan tudta. De ilyen nagy monológokat, minden. Én nekem azért gyakorolni kellett, én nekem úgy belement a fejembe, inkább azt mondom. Most már ugye, hogy elmúltam 50 is elmúltam már, most már azért rá kell néznem. Szóval most már innen, amíg ide bemegy, azért egy kis idő. Akiknek az osztályban mondjuk nem ment ennyire gyorsan, vagy nem ment ennyire jól a szövegtanulás, Básti tanár úr adott valamilyen technikákat, vagy valamilyen segéd dolgot, hogy ez jobban menjen? Egyszer. Hát ezt nem tudom. De volt egy olyan, hogy ugye kirúgtak, és akkor azért, hogy
hogy felülvizsgálják ezt a kirúgást, csináltak egy órát, egy beszédórát, amire bejött a Gellért Endre, és a Básti azt mondta, hogy én menjek fel a színpadra, és mondjam el azt a Díj és Gyula verset, amit már egyszer nagyon jó. És én mondtam, nem azzal készültem, hanem a Cigányos Irodalomházban. Marha. Na mondd akkor. És én egyszer végigmondtam, és utána én súgtam, ő mondta a verset, és a Gellért rendezte, hogy talán annak ott az a szó a hangsúlyosabb. Na megpróbáljuk, hogy ez a gyorsat, és a Bástival eljátszották a versnek a gyakorlását, majd a Básti elmondta végig, és utána azt mondta Gellért, hogy jó, mondta nekem, jó, rendben lesz. És aztán jött a új felvétel, fegyelmi, amin visszavettek. Kicsit visszatérve, ugye az első három év a tánc, ezt mondtad, hogy a tánc volt az élet. Igen. Ez a főiskola alatt például hogy teljesedett ki? Például hát, tündérkével táncoltatok, jártatok táncolni, vagy nem? Olyan hatalmas előnyöm volt a többiekkel szemben, hogy azt el nem lehet mondani. Mert mindent egy mozdulattal, amit másnak meg kellett tanulni, hogy vagy az nekem készen volt. Én mindenkit, aki erre a pályára jön, határozottan mindenféle, ez lehet torna, lehet tánc, mindegy, de azt játszhatnám. Azt játszhatnám velük, hogy játszanak, és csinálják, és táncoljanak. Mert az egy hatalmas felszabadultságot ad a testnek. Mert különben a test nagyon sokszor vissza tudja fogni. És azért van néha az, hogy úgy játszik hogy valaki, hogy azt is eljátsza, hogy játszik, mert le van fogva. Nem érzi magát könnyűnek. Ez mondjuk egy pedagógiai helyzet. De nekem akkor ez, akkor is volt mozgás, tantárgy. De az ilyen picik is kevés. Na de ott én nekem, hogyha Ungvári volt mindig, amikor ilyen műsorokat csináltunk évvégén, mindig a Kóti Árpival, meg tornász volt. Mindig mi voltunk ott középen, én táncoltam, ő szaladt felé, én dobtam neki egy szaltót. Többféle mozgásórájuk volt az iskolán? Ne, hát névleg, én nem emlékszem, hogy olyan határozott. A kérdés, hogy jártatok táncolni valahova? Egy ja, életbe? Életbe. Hát persze, hogy ne. A fene tudja. Hát mindenhova. Mindenhova. Marival akkorákat táncoltunk, ezt nagyon bírtuk. De voltak ilyen helyek, ahol tudtátok, hogy jó zene van, és akkor oda mentek. Igen. De ilyen tánciskolába, amit kérdezel, gondolom. Azt kérdezem. Olyan nem, de mindig volt valahol valami összejövetel. Gyakran. Hol itt, hol ott, hol a Dunaparton. Voltak bulik? Igen. De akkor még nem bulinak, ilyen összejövetelnek hívtuk. Hogy elmegyünk akkor ehhez, akkor ott, az meg meghívott, akkor menjünk oda. Van nekem egy nagyon jó helyem, és különböző helyeken így összejött, és akkor hát a fészek, ami nyomtalanul eltűnt. A fészek az egy ilyen összefoglaló előadás után, próba után, előadás után. Ott találkoztunk, beszélgettünk fönn a bárba, táncoltunk, minden. Az nagyon hiányzik, mert ott mindenki mindenkivel találkozott. Kicsit a sapkádat hátra, jól nem? Hát így könnyű.
akikkel a főiskolán jó kapcsolatba került, akár mondjuk filmes... Már te is magázol? Hát mindegy... Olyan öreg vagyok, bassza meg. Hát én az ilyen ennél fiatalabbnak érzem magam. Én vagyok öreg. Te azért egy kicsit... Na, de hát... Hát nem sokára, mi leszel? Televíziós. Televíziós mi? Műsorkészítő, szerkesztő riporter szakom. Szerkesztő riport? Ahhoz érteni kell. Na jó, már látod, azt például azt lehet tanulni, meg reggel nem lehet az újságot letenni, nem lehet azt mondani, hogy az engem nem érdekel. Ajjaj, ez egy nagyon sagyarú szakma. Na, ezzel állandóan kell foglalkozni. Ez olyan... Nekem, hogyha már egy szerep megvan, már nem kell reggeltől estig mondani, elég, ha bemegyek az előadásra. De ez egy olyan szakma, hogy ez leesik valaki az emeletről, tudni kell, pláne ha valaki esik le az emeletről. Most egy pillanatra megállunk, mert vizet? Buborékos ásványvizet? Lehet választani. Buborékos ásványvizet, azt igen. Poharat vagy? Azt nem. Azt nem. Parancsoljon. Köszönöm. Bodrogi 2. Egy van csak a világban. Igen, de a csapó. Bodrogiból csak, dehogy van egy, van rá négy is már. Van a fiam, és két unoka. Én nem vált. A papám változtatott. Várjunk, mert már én már éltem, sőt, én már éltem és olvastam, mert végignéztem a telefonkönyvet, és mondtam a papának, hogy hát most miért változtatod meg, hát ebből olyan kevés van. És nem értettem, hosszú ideig nem jöttem rá, hogy miért mondja a papa azt, hogy nem tudott-e, hogy milyen sok van. Mert nem, én nem tudom, Buzik, én Buzik Gyula. És én azt mondtam, hogy én valószínű, hogy azért lettem színész, mert hogyha egy üzletbe bementem, és azt mondták, hogy hívnak kisfiam, Buzik Gyula, az egész üzlet odafordult. És úgy látszik, megszoktam, hogy a központba kerüljek. Na, tényleg, 50, 40, 46 körülbelül, akkor volt ez a változtatás. Tényleg hármat, négyet láttam ott az egész telefonkönyvben. Akkor még úgy volt, nem tudom, hogy most is úgy van-e, hogy a főiskola, a diploma után mindenkinek, minden végzősnek el kellett két évre menni vidékre. Nekem az volt a szerencsém, hogy a Marit szerződtette a Nemzeti Színház, és én, mint ugye család, én a József Attilába kerülhettem. De akkor úgy volt, hogy vizsgaelőadás, akkor minden igazgató, aki az országban volt, vagy főrendező, azok jöttek megnézni a vizsgaelőadást. És akkor kiválasztottak valakit, hogy az, hogy nekem ez jó lenne. Tehát akkor még így alakultak a dolgok, de mi ott előre nem tudtuk. Azt tudtam, Seffer Jutka, jelmeztervező, az látta az előadást is, dolgozott éppen a József Attilába, és ő mondta Fodor Imrének, az igazgatónak, hogy van itt a Koldus Operában, van ott egy olyan srác, amelyik nagyon jó lenne itt, egy ilyen zenés, énekes, táncos dolgokra. És akkor én nem tudtam, hogy hol van a József Attila Színház. Megkaptam az üzenetet, hogy menjek, a srácok mondták, a osztálytársaim, hogy mondták nekik most, hogy
menjek ki a József Attila színházba, mert szerződtetni akarnak. Szóval, hogy oda menni? Hát, hogy 3-as vagy 55-ös villamosra leszállsz, és ott a hídnál, Dárpátinnál, az a szembe van. Én fölültem a... Mentünk. És egyszer csak már elfogytak a házak, és ilyen vastelep, meg ilyen haszonvas, vagy mindegy. Na, itt a híd, szembe, pártház. Leszálltam ott, kicsit nézelődtem, és szent meggyőződésem volt, hogy ezek a rohadékok átvertek, és itt sehol semmi színház, és én itt kereskélek egy színház. Mindegy, jött egy hölgy, nem csukom, ne tessék haragudni, de van itt errefelé valami színház. Azt mondja, igen, itt a ház. Elmegy a sarkon, befordul, és ennek a háznak az oldalában van, a bejárat, ott van a színház. És akkor oda bementem, és Fodor Imre úgy fogadott, mintha 300 évben ismernék el. Szóval nem tudom, onnantól egy csoda jó kis életem van. Ugye azt mondtam, hogy a négy legszabadabb éve ugye a főiskola volt. Az igen. És hogy érezte magát utána a József Attilában? Nekem szerencsém volt, azzal is szerencsém volt. Mert az első darab, az egy Rozov darab volt, az volt a címe, Boldogság merre vagy, egy ilyen fiatal srácok, iskola, minden orosz darab. És az volt a helyzet, hogy ott találkoztam a közönséggel. Valahogy ott megéreztem azt, hogy a színház az egyetlen olyan művészeti ág, amiben minden művészeti ág belefér, de a színház csak akkor van, ha a közönség is van. Tehát olyan nincs, hogy én csinálok egy színházat, és akkor a nagy... A színházban két nélkülözhetetlen valami van. Az egyik a színész, a másik a közönség. Az összes többi, azok az segítőtárs. Ugyanígy például a filmnél, ott a legfontosabb az rendező és az operatőr, az összes többi segítő. A néző ott majd akkor ül be, amikor akar, vagy akkor reagál, amikor akar. A színház, az nincs. Olyan színház nincs, hogy csak színház. Olyan se, hogy csak közönség. De olyan sincs, amit szoktak mondani, hogy rendezői színház. Van egy ilyen kifejezés. Ez nincs. A legzseniálisabb elgondolás a színház létéről, keletkezéséről, a pillanatnyi lelkek összecsapása. Ha nincs ott a közönség és a színész, akkor az nem színház. Ez egy érdekes dolog, és én ezt ott kezdtem megtanulni. Ott kezdtem megtanulni azt, hogy amit én a partneremnek mondok, azt a közönségnek kell érteni. És amit ő mond, azt az én arcomról kell lenézni, hogy vajon így van, vagy úgy. Tehát aktív szereplője az a közönség, aki, most elárulok valamit, aki amikor belép a nézőtérre, akarva, nem akarva, elhatározza, hogy amit itt a színpadon, azt ő mind el fogja hinni. És igyekszik is elhinni. Amikor nem tudja elhinni, akkor hazafelé azt mondja, hogy ide nem jövünk többet. Ha el tudja hinni, most van egy-két kivétel, ugye mondjuk, aki azért ül be, hogy megírja, hogy mikor jó, mikor... Az csak annyira van benne, hogy a közönség ő rá is hat. Tehát ha a közönség tombol a gyönyörtől, akkor nekem hiába az a véleményem, hogy ez vacak volt. Le kell írnom, a közönség tombolt. Szóval a színház az egy ilyen dolog. Mint ahogy a film is. Hát a film, hát az tudjátok természetesen, hogy így nézek, és hogyha a következő snitt egy bálna, akkor azt mondod, hogy nézd, hogy csodálkozik. Ha
egy tányér leves, akkor milyen éhes. Hát, az aztán rendező csinálja azt a filmet. Főiskola alatt filmes osztályokkal volt kapcsolatuk? Filmesek? Hát persze, mi ott keresztben Kasul játszottunk filmet, a rendezőknél játszottunk szerepeket, a rendezők is játszottak néha szerepeket. Tehát a filmesek az azért egy más dolog, mert amire azt mondtam, hogy a színházat nem lehet se tanítani, se tanulni, a film az egy más. A film, azt először meg kell tanulni, és akkor derül ki, hogy van-e tehetsége. Mert úgy, hogy csak én bűtank tehetségre csinálok egy olyan filmet, az nem lehet. Ha nem tudja a szakmát, pláne az operatőrök. Tehát először meg kell tanulni a szakmát, és utána derül ki, hogy tényleg tehetséges-e. Ez biztos benne van a tehetség, bár, de azzal még semmire sem megy. A legnagyobb tehetséggel is semmire sem megy, megtanulja szépen a szakmát, és az de nagy tehetség. Ezen nem lehet vitatkozni. Mint ahogy azon nem lehet vitatkozni, a színészetet hiába tanítod, hogy ne úgy mondd, hogy szeretlek, nem. És ő vagy így csak szeresnek, az nem, tehát ezt nem lehet tanítani. Az vagy jön, vagy olyan, hogy belép a színpadra és valaki, és a néző azt mondja, hogy te apa, ki ilyen? Nézd a te. A másik bejön. Meddig tart ez az előadás? És ezt nem lehet megvenni, nem lehet kitanítani, betanítani. Ugyanúgy mondom, mint ahogy ha nem tudja a szakmát a filmrendező, akkor lehet akármilyen, mondjuk a megbeszélésen. Elmondja, hogy mi az elképzelés, és hol van a csúcspontja a dolognak, és ahogy majd a végén lecsúrog az egész, és olyan hatása lesz. A stúdió, bemennek, és ezt mit csináljak? Melyik lámpa az, amelyik nekem engedelmeskedik? A főiskola első évében már elkezdtek dolgozni a filmesekkel, vagy inkább felső nem. Azért tényleg az van, hogy azért az elején helyzetgyakorlatok, tehát egy halvány, hogy mondjam, megismerkedése a színész jelölt és a színpad, és annak a megismerése az azért elég hosszú idő, hogy olyan formában tudjon gondolkodni, hogy amit csinálok, az jelent valamit. Hogy kutyát sétáltatok, hogy egyszer csak jön velem szembe a barátom, és elmegy mellettem, hogy nem köszönöm. Tehát ilyen apróságokat, hogy egyáltalán foglalkoztatni tudja a testét a növendék. Vannak ilyen nagyon emlékezetes pillanatok, amik mondjuk egy próbán történtek az osztályban? Vagy egy előadás közben? Amire én szívesen emlékszem vissza. Hát biztos van, csak hogy tudod, amikor azt mondja, hogy és mondj egy nagyon jó történetet, akkor semmi nem jut eszedbe. Korábban volt, aki azt mesélte, hogy az Audrey színpadon voltak ilyen közös helyzetgyakorlatok, ahol nem csak színészek voltak, hanem más szakhallgatók is voltak ilyenek? Hogy Audreyba többen ültek, és akkor a színpadon ott különböző dolgokat, vagy nem? Persze. Ez biztos volt ilyen, én ezt nem mondom, hogy nem. De nálunk ez nem volt divat, nálunk a tanár volt a közönség. Tehát ő szerepelt, mint néző. És akkor ő mutatta is, hogyha tetszik valami. És azt mondta, hogy jó, tetszik. Az ember. Csurkával jó barátságban volt? Jó barátságban voltál Csurkával? Hogyne. Hát, az 56-os Csurka... Nem, a 56-os... Az a Pista volt. Én a Csurka Lacival jártam együtt. Nagyon.
Aztán ő lement, azt hiszem, Kaposvárra, ő is a pályán maradt végig. Hát most legutóbb a Nemzetibe játszottunk egy. Egyszer azt említetted egy nyilatkozatban, hogy valami kosárlabda meccsre ment. Aja, igen. Ő nagyon első osztályú kosaras volt. A Laci? És a Marival, akkor, amit az előbb meséltem, hogy mondtam, hogy fogadtunk. És akkor ő neki meccse volt, és mondtam, hogy menjünk már nézzük meg a sportcsarnokba. És akkor mentünk, és akkor beszéltük meg, hogy az előző hely. Ez a Laci volt, ez a Csurka Laci volt. Csurka Laci, igen. A Laci az inkább kalapácsvető volt a Pista. A Laci, nagy, szépen beszélt, nagyon. De ő hamarabb elment a főiskoláról, de aztán lement vidékre, és akkor ott aztán a Nemzeti szerződtette, most az utolsó napjait a Nemzetibe töltötte. Az akkori osztálytársaival játszott többször színpadon a pályája során? Kicsoda? Többször játszott színpadon az akkori osztálytársaival már a pályán? Hát a közvetlen osztálytársaimmal, Marival játszottam, mert meg vendég volt a Fonyó Jocival játszottam, Fülöp Zsigával játszottam, a Perlaki Pistával csak szinkronizáltam, a ki volt még, akikkel játszottam, Böröndi, azt nem tudom, ővel is, de egyike másika, igen, de ilyenkor már az idők, tehát ebben a rettentő nagy időben már úgy férnek el, hogy nem tudom, hogy melyikkel, mikor. Azt tudom, a Marival a Potyautast játszottuk. De tulajdonképpen neki az elsők között volt, hogy színpadon tényleg nagy sikere van. Melyik volt az első film, amiben közösen játszottatok? Amit igazán mi ránk írtak, az egy érdekes dolog volt, mert a Widerman Karcsi volt a rendező. Sok kellett nyom hátra rendező, és akkor végezzék el Widerman. Ő volt a rendező, és ő volt a Marinak az első férje. És ő rendezte a házasságból elégségest, amit a Marival játszottunk. De volt valamilyen külvárosi legenda. Hát, hogyha abban játszott, nem tudom. De az nem a Torbi volt a külvárosi legendában? Torbi Géza? Lehet. Igen, ő volt. Lehet. Az első film akkor ez a házasságban elégtelen volt? Amit... Házasságban elégséges. Elégség. Az volt, amit így effektív párba együtt játszottunk. A Gézával is játszott. Sokat, aztán ők jártak is együtt. De hát ez az így nem tudom. Nem. Nem vagyok ilyen, hogy... Még egy kérdés. Erzsikében milyen volt az élet? Hát ez egy... Azt nem tudom, hogy miért szüntetni. Az volt tulajdonképpen a főiskolának a nyilvános büféje. Oda a tanárok bejártak, mi bejártunk, ott mindenki tudta, hogy ő mindig csak egy szimplát iszik. Amikor pénzünk volt, osztás után, hogy mondjak, mi már elfelejtettem. Ösztöndi után akkor oda mentünk, vagy a Bássába mentünk, vagy ha valami nagyobb pénz, akkor a Mátyás pincébe mentünk. De az Erzsike az egy állandó hely volt, még hitel is volt. De azok, akiket már megismertek, mert tudták, hogy az még hitelt is kapott. Mátyás pince az nem volt túlságosan messze ettől a... De mondom, hogy ha nagyobb pénzhez jutottunk, akkor Mátyás pince Fatányéros. Az volt akkor azt hiszem a legdrágább, de azon minden. Én sose rendeltem Fatányéros, Csurkára jut eszem, vagy a Csurka mindig Fatányéros neve. Én
pörköltetettem, mindig, sertés pörköltet, mert én sose tudtam nagyon sokat enni. Ő meg tudott enni egy fatányérost. De akkor is fatányérost tettünk, ha hármunknak volt pénzünk együtt, mert arra is elég volt. De az Erzsike az presszó. És játszottuk, illetve próbáltuk a sorsemberét, a Gellért Endre rendezte, és a Perlaki Pista volt a hadnagy. Én voltam a Napóleon. És a Gellért, mivel ő tulajdonképpen színésznek végzett, és aztán lett rendező, szeretett játszani, és a hadnagy szerepét nagyon szerette játszani. És az Unikumot mi valamilyen oknál fogva elneveztük korzikai italnak. És egyik próbán azt mondta, hogy na, Pista Perlaki, menjen le és hozzon korzikai italt. De ne innen az Erzsikéből hozza, hanem a Nemzeti Étteremből. Kiderült, hogy azért, mert a Nemzeti Étterem messzebb volt, és addig, amíg oda meg vissza nem ért, addig ő játszhatta a hadnagyot. Mondta, hogy akkor most menjen, és mi meg akkor vegyük onnan, hogy a hadnagy jön be. Egy kérdés, hogy elértem, de ugye ő, mikor is halt meg ő? Hát... Az főiskola évek után volt már? Nem. Nem. Azt mondja, hogy... Ja, de főiskolai évek után kellett, hogy legyen, igen. Az volt a vizsgáló adásom. Tehát, nem tudom pontosan, mert Fonyó Jóci volt a hadnagy, hogy a Perlaki Pista, a fogadós volt a Fonyó Jóci. Igen. Hát nem tudom így hirtelen, de utána nem sokra rá. Valami nagyon-nagyon rosszul érintette, és akkor összeomlott. Ez csak azért kérdeztem, a Mani visszaemlékezéseibe, ő ezt külön megemlíti, hogy bent volt nála a kórházban, vagy valamilyen történtet. Igen, igen. Ma akkor még együtt volt. Hát igen, de hát a Mari, mikor ő a színházba Pergünt tött, játszotta, amit Gellért rendezte, aztán még több is volt, több dolog volt. De nem tudom pontosan, nem tudom, mert ráadásul még kétszer is lett öngyilkos. Tehát egyszer, ami nem sikerült, és egyszer, ami sikerült. De nagyon... Frenetikus rendező volt. Még például a sorsemberébe azt mondta, hogy én mint Napóleon, a hadnagy valahogy szembe kerül a Napóleonnal, és ott valahogy mit tudom, elrántják, ő megfogja a szekrénynek a szélét, és így húzzák egymást, és mondta, hogy és most van a nyílcini taps, mondta. És be is jött. Amikor ez a próbám volt, be is jött. Pontosan tudta, érezte, hogy mikor, mi, hogyan hat. Nagy találmányok voltak. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Hát már eltelt egy óra. Igen. Jaj, jaj, jaj. Várj, 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 várj,